Valaki él a képzeletemben, valaki él a képzeletemben. Elképzelem, milyennek képzel engem. Elképzelem, milyennek képzel engem. Valaki él a képzeletemben, valaki él a képzeletemben. Elképzelem, milyennek képzel engem. Elképzelem, milyennek képzel engem. Azt hiszi, hogy az egyik életemben én voltam ő, és verset írt helyettem. Valaki él a képzeletemben, valaki él a képzeletemben. Elképzelem, milyennek képzel engem. Elképzelem, milyennek képzel engem. Azt hiszi, hogy az egyik életemben én voltam ő, és verset írt helyettem. Valaki él a képzeletemben. Jó estét kívánunk mindenkinek! Orosz István apakönyv című munkája miatt jöttünk össze, és én azzal kezdeném, hogy ezt a könyvet ajánlatos többször is kézbe venni, már tekintélyes külsejénél, súlyánál fogva is. Nekem már volt alkalmam kézbe venni nem egyszer, és hadd folytassam azzal, hogy a cím elárulja, az édesapjáról írta ezt a könyvet, de hát ő éppen úgy benne van, mint az édesapja. Én azt mondom, nevezhetnénk apa-fiú könyvnek is. Aki ismerte Orosz László tanárurat, tudhatja, hogy a róla szóló művet ajánlatos barátsággal, rokonszemvel forgatni, de aki nem ismerte, az olvasásban felszedett fontos ismeretekkel töltekezve maga is rá fog jönni erre. Én ugyanígy voltam vele. A lapokról, hol a neves tanár édesapa kultúrtörténeti értékű memoárja és naplójegyzetei, hol pedig az ő véréből származó, szellemi árnyékából kiemelkedő író, a fiú magabiztos, de visszafogott, finom közvetítő szövege nyűgözi le a figyelmet. Így egyúttal a költőnek is kiváló Orosz István ifjúkori fejlődésének, a művészethez való közeledésének, majd abba való egyre határozottabb elmélyülésének is tanúi lehetünk. De mondhatnám egyszerűbben is, olvasás közben voltak pillanataim, amikor irigyeltem őt, a klasszikus értelmiségi származás, a harmonikus családi és baráti környezet miatt, amelyben nagy művészé és emberré növekedett, s ebből adódóan a lehetőségért, hogy ezt a könyvet megírhatta. Szerettem volna én is hasonló könyvet írni, az én apám azonban nem vezetett naplót, memoárt sem írt, holykor magához való társaság alakult körülötte, előbb-utóbb sor került a közelmúlt történéseinek felidézésére, de a szónak eredendő tulajdonsága, hogy elszáll. Visszahívni már nem olyan egyszerű. Én pedig, bár érdeklődve csüktem a felnőttek szavain, késztetést sem éreztem még ahhoz, hogy jegyzeteljek. Az is igaz, nem olyan egyszerű egy ilyen szellemi vállalkozásba belefogni. Orosz László, megtudjuk a könyvből, a jegyzett töm fölé hajolva már érett fejjel szinte magától kérdezi, miért írom ezeket a jegyzeteket? Gyermekeimet, unokáimat majd érdekelni fogja. Hála legyen mondva Jóistennek, a mai együttlétünket igazoló apakönyv szerint. Igen.
Ahogyan Orosz László belefog az emlékezésbe, engem mindjárt szíven talál, ennek pedig nyomós oka van. Idézem. Félig emlék, félig talán már álom számomra hajdani bereg, beregszász és munkács, barkaszó és iznyíte. Nem ott születtem, de szülőföldemnek érzem a szüleimét. Kisgyerekkoromtól fogva egy hetet minden nyáron ott töltöttünk a nagyszüleimnél. Akkor éppen Csehszlovákiához tartozott az a vidék, de számomra valahogy természetes volt, hogy amikor a Tisza hídján idegen országba vitt át bennünket a vonat, hazaérkeztünk. Hát ez az, az eltékozolt szülőföld ösztönszerű felismerése és a lélekbe való visszafogadása. Az elszakadó rokonság, az egykori beregszászi tanulótársak, az elhalványodó munkácsi emlékek révén ez az érzés akár gondolatmeneteket váltva, olykor indokoltan, máskor ösztönösen, gyakorta visszatér a könyvben. És nem csak az apa, de a fiú szavai által is, aki az öröklött emlékezésen túl személyes élményekre, barátságokra töreked veled lélekben, de visszavonhatatlanul kárpátaljai. A könyvtár történeteinek helyszín azonban a híres alföldi város Kecskemét. Orosz László szellemi és emberi fejlődése itt teljesedik ki. Itt alapít szeretett és szerető családot. A gimnáziumi tanár, a magyar felvilágosodás és a reformkor irodalmának, Katona József életének és munkásságának kutatása által itt fejlődik elismert és megbecsült irodalomtudóssá, aki ezzel a város díszpolgárságát is kiérdemelte. Mindezeket a memoár és a napló, a memoár és a naplójegyzetek fellapozása által tudjuk meg, melyekbe természetes módon szervesednek, kihagyhatatlanul fűződnek a fiú életének, emberi és művészi fejlődésének fázisai. Mindez az időrendiség szerint tényszerűen, de ugyanakkor a költészet legfinomabb lelki szálaival átszőtten, szeretetre és megbecsülésre szánva kerül az olvasó elé. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma megtisztelt bennünket jelenlétével, és hát külön köszöntöm itt magam mellett Orosz Istvánt, grafikus művészt, animációs film rendezőt, aki most írói minőségében lesz itt jelen, és fogok vele beszélgetni, valamint Török Mátét, aki pedig hangjával és zenével fogja színesíteni ezt a beszélgetést, mint ahogy hallották is, és még fogják is hallani. Viszont ott a nagy kérdés, hogy én hogy is kerülök ide István mellé. Igen, azt viszont én fogom elmondani. Steiner Petra fog engem kérdezgetni erről a könyvről. Petra a könyv egyik szerkesztője, két másik szerkesztő is itt ül egyébként társaságunkban. Ez az apa könyv, ez a kecskeméti Katona József könyvtár kiadványa volt. Erről majd még, hogy jött létre ez a könyv, meg miköze a könyvtárnak, meg milyen előzményei voltak, beszélek. De először Petráról mondom el, hogy volt már egy könyvbemutató Kecskeméten, és a könyvbemutató után egy podcast beszélgetést folytatott velem Petra. Azt mondhatnám nagyon komolyan, hogy életem legjobb podcast beszélgetése volt. Az csak azt hiszem nagyon kicsit von le a lényegből, hogy egyetlen podcast beszélgetés történt velem eddig életemben, de ez egy nagyon felkészült volt a Petra, és megkértem, hogyha el tudja vállalni, akkor itt is legyen ő a mi házigazdánk, és beszélgessünk erről a könyvről, illetve hát a programunknak a meghívón az van, hogy apakönyv és, tehát szóba fognak itt kerülni, azt hiszem, más jellegű munkák. De hát hadd köszönjem meg Vári Fábián Lacinak is ezt a nagyon klassz és hosszú bemutatót.
azt zárójelben megjegyzem, hogy most mielőtt idejöttem volna, belelapoztam én a saját apakönyvembe, amiben ugye apám naplói adják a könyv egyik részét, és ott felfedeztem, hogy 1988. november 13-án ti találkoztatok egymással Kecskeméten, ahol kárpát-aljai költők léptek föl a Forrás folyóirat meghívására, és ott apu vitt el benneteket a Forrásba, Füzi Lacihoz, illetve, ha jól olvastam, még egy reggelivel meg is vendégelt benneteket, négyőtöket, úgyhogy lehet, hogy ti akkor ismerkedtetek meg, nem tudom, hogy korábban ismertétek egymást. Akkor találkoztatok először. De én vissza is lépek, és Petrának átadom a szót. Igen, nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy mindennel összefügg is kicsi a világ, ez így majd a beszélgetésnek az elkövetkezendő részében itt vissza is fogunk térni, hogy mire is utaltam el ezzel. De én úgy gondolom, hogy téged mind az ország, mind pedig mondhatni az egész világ némi túlzással léve, hogyha megengeded nekem, sokkal inkább animációs filmrendezőként és grafikus művészként ismert meg, sem mint íróként. Az írói pálya az jóval később lépett be az életedbe, ami talán nem is meglepő, hiszen az apakönyvben azt is írott, hogy a munkáid, a rajzaidra úgy tekintesz, hogy az első pillanattól kezdve bárki odaállhat a vállad fölé és nézheti, ahogy alkotsz. Ez nem okoz számodra semmi frusztrációt, vagy azért ezt árnyalhatnád egy picit? Egy picit azért árnyalnám, szóval nem biztos, hogy boldog lennék azért, hogyha sokan állnának mindig a vállam fölött, de az tény, hogy az írást én mindig is sokkal intimebb dolognak tartottam, és sokkal kisebb bátorsággal mutattam meg másoknak, hogy mit írtam, mint azt, hogy mit rajzoltam. Közelebb áll a személyiséghez, vagy a személyben elrejtett dolgokhoz az, amit az ember ír. Úgyhogy egy sokkal diszkrétebben kezeltem az írásaimat. Azt mondod, hogy később kezdtem el, vagy azt gondolják sokan, hogy később kezdtem el írással foglalkozni, publikálni mindenképpen. Az valószínűleg majd itt szóba fog kerülni, hogy gimnazista koromban is írogattam már, meg folyamatosan, de tényleg az inkább már a századforduló táján történt, hogy megjelentek az első írásaim, vagy komolyabb lapokban, pláne kötetben megjelentek az első munkáim, úgyhogy és most ezen az esten azt hiszem mindent apámhoz fogok kapcsolni, tehát apám is később találkozott azzal, hogy a fia az olyasmivel foglalkozik, amivel egyébként otthon a családban szinte mindenki, mert ugye az apu az irodalomtörténész volt, az anyu az magyar tanár volt, a húgom is irodalomtanár, tehát azzal a grafikussággal, ami belőlem lett, én egy kicsit fekete bárány voltam otthon. Na hát most mondod, hogy ez mennyire intim és bensőséges műfaj, és akkor adott is a kérdés, hogy hát jelentek meg korábban is köteteid, több mint 15 szerintem, bőven megjelent mióta, nem számoltam meg őszintén szólva, hogy mennyi, de az apakönyv az a legintimebb, legbensőségesebb, egy család történetét meséli el, az persze a te történetedet is, és akkor még ott vannak édesapádnak a naplói, és a memoár is, és kérdés, hogy hogyan is vetted a bátorságot, ha saját magadat félted kiadni a közönségnek, akár vers, akár próza formájában, akár ugye dokumentarista regények formájában, ez meg a lehető, hát mondhatni legbensőségesebb műfaj. Igen, és ezt én is érzem, valamit azért visszavesz belőle, hogy nem teljesen magamról írok, mert hogy az apu. Úgy kezdődött a dolog, hogy apám 2016-ban meghalt, és akkor megtaláltuk az ő memoárját, meg az ő naplóit a testvéremmel, és annyira szépen, folyamatosan, pontos fogalmazással, egyetlen javítás nélkül vezetett napló áradat volt ez tulajdonképpen, 6 vagy 7 százoldalas füzet teleírva, hogy sajnáltuk volna, hogyha ez nem lesz közkincs, de hát persze szerkeszteni kellett, tehát oda legjobban, hogy szerkesztettük is, húzni is kellett belőle, meg hát mindenről eszembe jutott valami, tehát amikor én saját magamat kiadom, akkor tulajdonképpen csak amit az apu leír, azt tovább gondolom, vagy arról eszembe jut valami. Én
lehet, hogy elég szótlan voltam otthon, és akkor apám megjegyzi a naplóba, hogy itt meg ott jár, de nem is tudom, hogy miért, és akkor én megpróbálok visszaemlékezni, és folytatom. Így aztán tényleg olyan könyv lett belőle, hogy legalább fele részben rólam szól a könyv, illetve hát aki kézbe veszi a könyvet, az könnyen el is tudja dönteni, hogy mi az, amit én írtam, és mi az, amit apám írt, mert hogy dőlt betűvel vannak írva az apu szövegei, és állóbetűvel az én szövegeim. Hogy akkor felvegyük azt a fonalat, amit itt a beköszönéskor elejtettél, hogy gondoltad, hogy ezt lehet, hogy publikálni kellene, mert olyan szép irodalmisággal voltak megírva, de nem a könyv jött először, hanem a Forrás folyóiratban. Megmutattam Füzi Lacinak, akit szeretettel köszöntök itt, a Forrás folyóirat főszerkesztőjének, aki egyébként apuval sokat dolgozott együtt, a folyóiratban is, meg könyvet is csináltak közösen, és hát ő... Nekem úgy tűnt, hogy nagyon szívesen vállalkozott arra, hogy megjelenteti az általam összerakott anyagokat. Először azt gondoltuk, hogy lesz belőle 4-5, végül 13 részben jelent meg a Forrás folyóiratban, és akkor történt az a számomra azóta is szívet melengető dolog, hogy a Kecskeméti Katona József könyvtár, vagyis ti, felajánlottátok, konkrétan Dani Erzsébet, az igazgatója a könyvtárnak, hogy kiadnátok egy könyvbe, és akkor én kellően megijedtem, és elkezdtem utána gyűjteni még anyagokat, hogy ne pont ugyan az legyen, meg egy kicsit könyvszerűbb legyen a dolog. Többek között elmentem, kaptam egy kutatási engedélyt a Nemzetbiztonsági Levéltárba, ahol átnézhettem az apámmal kapcsolatos adatokat, meg találkoztam Nagy Magdival, aki szintén itt ül valahol, akinek az édesapja, az én édesapám egyik legjobb barátja volt, és óriási mennyiségű levél maradt, meg több száz levél, amiben én beleolvashattam. És még több ilyen dolog történt. Valakik, akik olvasták a Forrásban az ott megjelent sorozatot, azok is adtak tanácsokat, vagy kiegészítették a dolgokat. Tehát elkezdett burjánozni az anyag, és egy jóval nagyobb anyag lett a könyv, mint amennyi Laciéknál a Forrásban megjelent. Hát itt a burjánzás tekintetében nevet sértésnek, de így a közönséghez fordulván, hát igencsak sürgetett már bennünket a határidő, hogy nyomdába kell adni az anyagot. Hát, hogyha nem lett volna határidő, szerintem István még most is írná. Mert jelezte, hogy még talált szövegeket, úgyhogy vicceskedve magunk közt úgy beszélgettünk erről, hogy majd lesz egy második bővített kiadás, amiben már azok az anyagok is belekerülhetnek. Ezt vicceskedve mondtátok, én azt gondoltam, hogy teljesen komoly. Vehetjük komolyan azóta is azt csinálom, hogyha valami eszembe jut, akkor abba a digitális kéziratban, ami az én gépemben van, bele szúrok dolgokat. Hát akkor vett fenyegetésnek, hogy még nem lehet tudni, mit hoz a jövő, és ezt mindenféleképpen be kell fejezni. Ugye erősen Kecskemét központú ez a könyv, és nagyon érdekes édesapádnak a Kecskeméthez fűződő vagy viszonya. Csépáról indult, és nem igazán akarta a Bács-Kiskun megyei megyeszékhelyen letenni a székhelyét, szemezgetett a Szegedi Egyetemmel is, illetve Budapesttel is, de végül mégiscsak abban a városban eresztett gyökeret, és az kezdetben még úgy hivatkozol rá, hogy gyakorlatilag valamilyen Kecskemét fóbiája volt, majd miután gondolom én kezdtem megtapasztalni, hogy a város is szereti, elismeri az ő munkásságát és tudását, akkor egy ilyen ambivalencia alakult ki, de végül mégiscsak megszerette a várost, fogalmazhatunk így. Hát mondjuk Kecskeméthez elég sok köze volt kisgyerekkorában is, mert Csépa az egy Kecskeméthez közel elhelyezkedő falu, a Tiszazugnak hívják azt a környéket. Oda a legközelebbi nagyváros az Kecskemét, vagy mondjuk Kecskemét és Szolnok nagyjából egyforma távolságra van, de minthogy az ő édesanyja egy református paplány volt Kecskemét, meg egy református település volt komoly református iskolával, úgyhogy logikus volt, hogy oda küldik az aput tanulni Kecskemétre, úgyhogy ő kis gimnazistaként Kecskeméten nőtt föl, elég jól ismerte Kecskemétet. Aztán hát az első bécsi döntés után elkerült ugye Beregszázba, ahol a nagyszülei éltek, és ott érettségizett le Beregszáz, onnan ment aztán az ötös kollégiumba Budapestre, és utána, amikor meg kellett jelölni, hogy milyen munkahelyre menjen, miután megkapta a
tanári oklevelét, ő megjelölt egy budapesti iskolát, meg egy kecskemétit, és hát akkor ugye ez már a 40-47-ben vagyunk, akkor már ilyen diktátumok is jelezték, hogy kit hova küldenek, és a kecskeméti akkor éppen államosítás előtt, illetve éppen államosított piarista gimnáziumba ment az apu tanítani. De ő, minthogy irodalomtörténeti pályára vágyott, szeretett volna vagy a Pesti Egyetemre, vagy legalább a Szegedi Egyetemre kerülni. Ott lett is volna helye, csak lakást nem kapott soha. Aztán 1951-ben, amikor én megszülettem, valószínűleg én lettem az akadálya annak, hogy ők átkerüljenek anyámmal együtt a Pesti Egyetemre, mert a lakás Pesten nem volt, a gyerekkel meg ugye jobb, hogyha egy lakása is van az embernek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebbe én is belejátszottam. Kétségkívül, bár én emlékszem olyan részletre az apakönyvből, amikor írja, hogy maga sem tudja, hogy miért, de valamiért már nem akar elmenni, és az édesanyád is marasztalt a Kecskeméten. Ebbe igazad van egyébként, amikor az előbb azt mondtad, hogy Kecskemétet megszerette. Lehet, hogy erősen fogalmaztam. Vagy a kecskemétieket. Ugyanis, hát lehet, hogy majd még rá fogsz erre kérdezni, apámat 1956 után börtönbe zárták. És azt gondolná az ember, hogy ez valami szörnyű trauma, de ő is, meg a családja is azt tapasztalta Kecskeméten, hogy a kecskeméti emberek elkezdik szeretni ezért, és amikor ő éppen nem volt ott, akkor arra már én is emlékszem, hogy ismeretlenek meg, hát ismerősök először, aztán ismeretlenek nyomták meg, vagy nem is nyomták, akkor még rángatni kellett a csöngőt, hogy jöjjenek a nagymamához, és rendeljenek tőle horgolt terítőket, és zömmel abból éltünk, hogy a nagymama ilyesmiket csinált, meg aztán később is, szóval valahogy a város lakók szeretete az sokkal erősebb volt, mint amire egyáltalán szerintem ő számított, vagy bárki a családból számított, úgyhogy ilyen pozitív hangulat lehetett, ami miatt aztán később, nem, azt talán nem mondta, hogy megszerette, mert az apa azért ilyenre nem volt, de ez érződött, hogy szereti azt a várost. És hát neked is úgy tudom, hogy a városod az Kecskemét maradt, noha Budakeszin éltek most már évtizedek óta, de azért, hogy rólad is beszéljünk így a helyhez kötöttség tekintetében, azért nagyon érdekes a te alakod az apakönyvben, mert még tanulsz, akkor ott vagy Kecskeméten, majd amikor az iparművészeti iskolára felvételt nyersz, erről is fogunk még egy picit bővebben beszélni, hogy miért is oda mentél, akkor ugye fölköltöztél Budapestre, majd innen pedig gyakorlatilag egy kicsit ilyen nemzetközi-es életet éltél az én megfogalmazásomban, hiszen mindig édesapád idézeteiben az van, hogy István valahonnan jön, vagy éppen valahova elment díjat átvenni, úgyhogy neked, mint hogyha ilyen egészen máshogy alakult volna az életed. Picikét lett, én akarom belemagyarázni, és akkor én kérek érte elnézést, mint hogyha ezt a Pestre költözést, fővárosba költözést is inkább te teljesítetted volna be, mert azért ez az ő álma volt, ahogy említetted is. Lehet, hogy az ő álma volt, és tényleg volt, amikor én Pestre kerültem az iparművészeti főiskolára, és ott diplomát kaptam, utána én akartam visszaköltözni Kecskemétre, bizonyos tekintetben vissza is kerültem, mert dolgoztam hosszú ideig a Kecskeméti Színháznak, de hát azt már Pestről, illetve Budakesziről dolgoztam, de közben az jutott eszembe, Petra, hogy beszéltünk a gyerekkoromról. Az iskola. De mi lenne, hogyha előtte Mátét megkérnénk, hogy mondja azt a verset, amit megbeszéltünk. Igen, nem ide gondoltam. Nem ide gondoltad, bocsánat. Nem ide gondoltam, jó, de nem, akkor nem, fordulunk jó. Mátéhoz, és akkor beszélgetünk azokról az iskolai évekről. Inkább csak, hogy beszéltünk a forrásról, meg beszélhetnénk arról, hogy a forrásnak volt egy előzménye, a Kiskunság folyóirat, ahol hát az apu folyamatosan publikált, de hogy ott találtunk egy verset. Igen. Az lehetne? Igen, amit Máté fog felolvasni. Mert hogy
Bár most irodalomtörténészként beszélünk édesapádról, Orosz Lászlóról, de azért tudni kell, hogy a tanulmánykötetek is eszék mellett, ő azért verseket is írt, és ezeket a verseket publikálta is. És hát, verseket olyan nagyon sokat nem publikált. Én őszintén szóval nem is nagyon tudok sokkal többről, de ez egy olyan volt, ami nekem nagyon megmelegedett tőle a szívem, viszont én képtelenlik lenne fölolvasni, mert annyira érzelmileg annyira közel áll hozzám, meg váratlanul bukkant föl, pont azután, hogy a Laciék a Forrásban közölték az első részeket, és ott rátaláltam arra a megjegyzésre, hogy de az első kiskunságba, ez történetesen 1958-ban, vagy maximum 59-ben lehetett, tehát én még egészen kisfiú voltam, hogy ott megjelent egy verse. És ez nem volt meg nekem soha, és akkor én fölhívtam a Bosznai Ágit, a Füzi Laciéknál a titkárság vezetőt, hogy meg tudná-e nekem keresni ezt a verset, mert sehol nem volt még, és akkor az Ági megtalálta, és egy óra múlva azt nem bediktálta, vagy átküldte nekem a... Elmondod ezt? Meditáció. Ülök egy régi szép helyen, gondolkozom, emlékezem. Feltárul előttem a múlt, hol élénk, hol meg elfakult. Mellettem szögdösik fiam, a múltra kevés gondja van. Játszik, nevet, arca ragyog, tőlem így idegen vagyok. Mi mássá tesz az értelem, az emlék, amely száll velem virágzó régi tájon át. Megcsókolom a homlokát, ő jelen, én meg múlt vagyok, elkoptatott hasonlatok. A vért, velőt, az ideget átadtam, de emlékeket majd ő gyűjt hozzá, és talán egy szépséges völgy hajlatán egykor majd ő is elmereng, és e délutánját látja meg. Én fogok beszélni akkor már ezek szerint. Igen, azért tartottam én fontosnak, hogy ez a vers elhangzózzék itt, mert azért javarészt Orosz László egy tudós ember képe bontakozik ki az olvasó szemmel láttára, aki olvassa az apa könyvet. Nekem nem volt alkalmam sajnos személyesen ismerni őt, viszont egy nagyon szigorú embernek tűnik, és ebből a versből szerintem nagyon jól látszik, hogy mennyire szoros érzelmi szálak fűzték a fiához, és szerintem erről is nagyon fontos beszélni, hogy ilyen verseken keresztül ez megmutatkozik. Ahogy arról is szerintem szót kell említeni, hogy ő azért, amikor már kezdett idősödni, és azt hiszem úgy hivatkozol rá István, hogy egy műcímmel lehetne az ő személyiségét leírni, hogy kicsi, mogorva. Kicsi mérges öreg úr. Kicsi mérges öreg úr. Lengyel Józsefnek volt egy szépen. Ilyen című regénye. De azért a humor is jelen volt az ő életében, ami eléggé megalapozta azt, hogy te íróként hogyan is fogsz alkotni. És azért itt voltak olyan meghatározó gyerekkori olvasmányok, amik nem feltétlen gyerekkori, vagy mármint, hogy feltétlen olyan nagyon gyerekkönyvekről lenne szó, de ezeket már megmutatta neked, és ez a nyelvi játékosság megjelent benne. Hát az biztos, hogy én azokon a nyelvi játékokon nőttem föl, amikor egyből meg kellett mondani, hogy mi az éhes bálna, az a zabálna, meg devecseri szójátékok, meg vörös sándorok, meg hát az így írtok tit, azt fejből idézte a tanár úr kéremet is, Mici Mackó kuckója az abszolút, tehát nagyon arra, hogy én mit olvassak, arra figyelt, és ebbe igazad van, ebbe sok játékos, meg humoros dolog is volt, még a 50-es évek elejéről, vagy hát szóval 50-es évekről beszélünk, amikor érdekes volt egyébként, hogy miket kap az ember Kecskeméten ajándékba. Annak tulajdonképpen az apuhoz nem is volt köze, de például egy általános iskolában, első osztályos koromban Pilinszky János verses meséket kaptam, ami abban az évben jelent meg, és ez azért
közel vitt hozzá, tehát én nagyon megszerettem Pilisznyi Jánost, tota benne az apu is jól ismerte korábban, de az, hogy én ajándékkönyvként az iskolában ezt kapjam, ahhoz nyilván neki semmi köze nem volt. Ami történetesen Márkus Anna illusztrált, aki akkor a felesége volt Pilinszkivel, és akinek éppen tavaly volt Szentendrén Anna Márk néven, nyilván ismerik önök kiállítása. Úgyhogy az a furcsa dolog történt meg, hogy bő 60 évvel a könyv megjelenése után vittem oda dedikáltatni az illusztrátorral a Pilinszky verses meséket. Bocs, ez csak egy zárójel volt. És a versekkel is édesapád ismertetett meg már egészen korán, nem kell erre semmit mondanod, olyat írt rólad, hogy fejlett irodalmi és esztétikai érzéked van, mert a nagyon kecskerémes verseket azt annyira nem szeretted megtanulni. Tehát azért megválogattad, hogy melyik az, amivel te szeretsz foglalkozni. Illetve hát az iskolában az kicsit, hogyha előbbre ugrunk, akkor én elárulom, hogy én egy olyan gimnáziumba jártam, a Katonába Kecskeméten, ahol az apu is tanított. Ő engem nem tanított, de azért a Kecskeméti Katona József gimnázium könyvtárába időről időre meghívta a legfontosabb, vagy számára legfontosabbnak tartott írókat, költőket, úgyhogy például Vörös Sándor rendszeres visszajáró résztvevője volt olyannyira, hogy hát nem csak a könyvtárban, hanem most azt hiszem most egy kicsit hivalkodni fogok, mert egyszer egy szavaló verseny is volt Kecskeméten, ahol ő volt, Vörös Sándor volt a zsűri elnöke, és ugye megvan máig a Hold és Sárkány című könyve, amiben az van beírva, hogy István, kedves orosz Pistám, idejegyzem versben, csak kapásból nyersen első lettél a listán. És ezt tényleg ott előttem írt a kapásból, szóval nem gondolkozott egy pillanatig sem. És ott te is írtál egy verset. És mielőtt készültünk erre az estre, akkor én néhány versemet elküldtem Máténak, hogy hát válasszon belőlük, és meglepő módon egy olyan versemet választott, ami azt gondolom, hogy az egyik legelső. Mi is a címe? Csillagringató. Csillagringató. Na most az történt, hogy akkor másnap vagy harmadnap bejött a könyvtárba, hogy a gyerekekkel beszélgessen Vörös Sándor, és kitalálta, hogy neki van egy verse, ami úgy kezdődik, hogy ha erős vagy legény, vigyél át a vizen, mint féltett porcelánt vigyázva szeliden, és azt mondta, hogy ő ezt szívesen eljátszaná azzal a két gyerekkel, akik az előző napokban megnyerték azt a bizonyos szavaló versenyt, és kell neki egy fiú meg egy lány, én voltam a fiú, egy Edit nevű lány volt a lány, ő ez a vers, ez Párbeszédbe van írva, illetve tartozik hozzá egy narrátor is, az pedig ő maga volt, a Vörös Sándor. És akkor eljátszottuk ezt a verset ott hármasban, és az a vers, amit kiválasztott nekem a Máté, azt én akkor tájt írtam, mert nagyon rímel, szóval érezni lehet, hogy ennek a Vörös Sándor versnek egy kicsit szóval, hogy hatás alatt született. Aztán nem is mondok mást róla. Abszolút premier következik. István se hallotta még. Éppen így, hullámzó végtelen, karomra hajtva homlokot, maradj még így velem. Nyitott szemmel hajózgatunk az álnok csolnakán, két felleg együtt úszik át az ébren létfalán.
engedj vissza még. A csillagringató álomvizeknek mélyein maradt az olvasó. A csillagringató álomvizeknek mélyein maradt az olvasó. Hullámzó lassú lapjain egy versben vagy velem, s karodra hajtva homlokon fekszünk örökre lenn. Említettem már korábban, hogy vissza fogok térni arra, hogy ugye te az iparművészetire jelentkeztél, de igazság szerint te nem oda szerettél volna menni, az ELTE-re szerettél volna jelentkezni, csak ugye édesapádnak az 1956 utáni meghurcoltatása miatt kellett irányt váltanod, bár mai napig mondod, hogy az egy ilyen nagyon irodalmi szak volt tulajdonképpen, hogyha azt vesszük alternatívaként. És gyakorlatilag már így az első pillanattól kezdve nagyon az irodalom bűvkörébe éltél. Említetted is, hogy a család révén is, az irodalomtanárok, édesapád is, a házi könyvtár, a különböző szövegváltozatoknak a felolvasása így olyan, mintha gyakorlatilag nem is foglalkozhattál volna mással, mint irodalommal. Számomra úgy tűnik, mintha visszataláltál volna ezekhez a gyökerekhez, csak sokáig nem merted volna ezeket az írásokat megmutatni. Nem tudom, hogy vitába szállnál-e velem, vagy mennyire értesz egyet ezzel a gondolattal. Nem mernék veled vitába szállni, és igaz is, az, hogy én az iparművészeti főiskolára jelentkeztem végül, abban benne volt az, hogy nyilván apám kollégái, ismerősei, akik mind ott tanítottak az ELTE-n, mondták, hogy hát nem lenne jó ennek a srácnak, aki én voltam, azzal a kudarccal kezdeni az életét, hogy rögtön visszautasítják, de egy ilyen külvárosi főiskola, mint az iparművészeti, ott nyilván politikai szempontok nem játszanak szerepet, és oda tényleg fölvettek, és érdekes módon az aztán csak jóval később tudatosult bennem, hogy a fölvételin valahogy az irodalomra került a szó, és volt ott egy alacsony, fehér köpenyes bácsi, akiről valahogy elkezdtünk Juhász Ferencről beszélgetni. Én nekem kedvenc versem volt a Babonák napja csütörtök, amikor a legnehezebb, és ezzel az úrral valahogy erről fecsegtünk, de nem úgy tűnt, mintha ez lényeges lenne a felvételi szempontjából. Könnyen lehet, hogy nem is volt az, de aztán jóval később, már csak szeptemberben, amiután beindult a tanév, derült ki, hogy ez maga volt a tanszékvezető Hajman György, akivel aztán később a főiskola után majdnem azt mondhatnám, hogy jó barátságba, hát inkább ilyen atya-fiú barátságba kerültem, de dolgoztunk is együtt, lehet, hogy még majd valamit mondok is róla. Mindenesetre az iparművészeti főiskola irodalmi szempontból azért lehetett érdekes, mert ugye ott könyveket illusztráltunk, könyvillusztrációkat készítettünk, kulturális plakátokat, főleg színházi és filmplakátokat rajzoltunk, tehát olyan irodalmias közegnek is fölfoghatta az, aki éppen erre volt kihegyezve, és hát lehet, hogy én arra voltam kihegyezve, vagy lehet, hogy most dicsekszem azzal, hogy arra voltam kihegyezve, mert most úgy csinálunk, mintha egy irodalmi eseményen lennénk, de én tényleg úgy éreztem akkor tájt. Például diplomamunkának én a Kecskeméti Katona József Színház úgynevezett totál dizájnját csináltam, ami azt jelenti, hogy a belépőjegytől a színpadképig, közben persze színházi plakátokon át szinte mindent megcsináltam egy évadhoz.
De én azt vallom, hogy alapvetően az ember arról fog alkotni, műveket készíteni, ami nagy hatással volt az életére, és hát hogy nem, neked a gyerekkorod, az úgy 1956 és az önkényuralmi rendszerek, azok igen erőteljesen körbelengték. Kérdés, hogy ha erre visszaemlékszel, akkor milyen emlékek jutnak eszedbe? Mennyire pozitív vagy negatív ez az időszak? Aha. Úgy sejtem, hogy most azt akarod, hogy én azt a részt olvassam, amit meg is beszéltünk. Igen. Jó? Lesz egy idézet a könyvből. Igen. Meg is van. Ez konkrétan tényleg egy olyan pontos emlék, amire nagyon jól emlékszem. 1956. novembere. Csúszós téli kabátos késő délután. Hazafelé tartunk az óvodából. Ahhoz, hogy hazajussunk, át kéne kelni a Széchenyi körútnak nevezett széles úttesten, ami a Szegedről a Pest felé vívő országút kecskeméti szakasza. Nem lehet átmenni, mert folyamatosan jönnek a tankok. Szorosan egymás nyomában, nincs köztük annyi hely, hogy átszaladjunk. A keramitkockákon hangosan dübörögnek a lomha nagy testek, csikorognak, olykor meg is csúsznak a kerekek. Hernyó talpak, mondja anyu. Állunk a kuti előtti sarkon, a Lugosi utca most Kápolnának hívják végén. Kuti Béla bácsi, a boltos is előjön, fehér köpenyére barna bekecset vesz, szemüvege a homlokára tolva. Piros ceruza van a füle mögött. Képtelenség átjutni a túloldalra, ahol a kút áll, a kút, ahonnan már csak egy sarokra van az utcánk, a Hargita utca. Noha azon a szakaszon a körút nem igazolja nevét, nem hajlik körré, egyenesen fut, vagyis ha a sor végén az utolsó tank fölbukkanna, azt messziről észre lehetne venni. A várakozás közben leereszkedő sűrű köd azonban egyre többet tüntet el a közeledő és persze a távolodó járművek közül. 3-4 vörös csillagos tanknál több, se balra, se jobbra nem látszik. Amikor a sarokra értünk, már jó ideje jöhettek, mert sok ember topog a bolt előtt, mind az átkelésre várnak. Az út túloldalán is egyre többen ácsorognak, 10-15 lépésnyire lehetnek, vagy 60 évnyire, ha innen nézem. Nem lévén más dolguk, talán unaloműzésből, talán azért, hogy másokat, leginkább engem elképesszenek, hangosan számolják a tankokat. Már elég jól tudok számolni, azt is sejtem, hogy a számok sora nem ér véget a 10 ujjammal, a kutiféle vegyes kereskedés és a kút előtt álló, a tankok közti hézagokon egymásnak átkiabáló népek azonban ijesztő számokat is ismernek. 23, 24, 25. Anyu talán, hogy elterelje a figyelmem, azt ajánlja, topogjunk egy helyben, mintha mennénk, vagy inkább ugráljunk, hogy ne fázzunk meg. Vajon tankból lesz-e több, vagy olyan számból, amit a felnőttek ismernek? 36, 37, 38. Ott áll mellettünk átjutásra várva egy szódáskocsi is. A kocsmás ködmönös hajtó lekászálódik a bakról, köp egy hegyeset, amilyet nekem még sohasem sikerült, pokrócot dob a lovakra, és zabos tarisznyát kötelébük. A két zuzmarás szempillájú paci fölváltva emelinti meg a farkát. Gőzölgő sárga kupacok gyűlnek a sárga keramiton. 43, 44, 45. Úgy képzelem, ha a számok előbb fogynak el, mint a tankok, valami borzasztó dolog történik, ami túltesz azon is, hogy soha többé nem jutunk haza. 54, 55, 56. És akkor ehhez fűzve egy kis viccesebb történetet. Ugye édesapád anyukája is veletek élt, és amikor a fogalmazás füzetet kellett vezetni, és a sormintákat kellett írnod, azt írtad, hogy amikor te ráuntál, ő folytatta helyetted, te pedig az ő szavajárásával érve, amikor rosszban sántikáltál, akkor nem
nemes egyszerűséggel tankokat rajzoltál a sormintából, sőt valamelyikre még vörös csillagot is festettél. Hát igen, szerintem 56 után a gyerekek legtöbbje tankokat rajzolt, mert azt láttunk legtöbbet, és arról beszéltek a szülők is legtöbbet, hogy hol jelennek meg a tankok, és ezeket a sormintákat, tudod, olyan kis gombócokat kellett rajzolni a füzetbe, azokat elég könnyen lehetett hernyótalpá összevonni. Azt nem tudom, hogy rossz élmény vagy nem rossz élmény, az minden esetre biztos, hogy nagyon sok műveden felfedezhető az, hogy foglalkozol ezekkel az önkényuralmi rendszerekkel. Öröm ajkon örömének. Ez ugye egy különleges kötet, mert említetted, hogy ezt egyébként te felkérésre írtad meg. Igen. Igen, sőt, ott az előtted levő asztalon a legalsó kötetről van szó. Ez egy 3-4 éves történet csak. Méri Gábor könyvkiadó egyszer meghívott magához Jankovics Marcelt és engem, hogy készül kiadni két könyvet, az egyiket a trianoni traumáról, Trianon című könyvet, és a diktatúrák történetéről, illetve Magyarország története 45 és a rendszerváltás közötti évekről, és képes könyv, de amit írnánk is, azt tervezte, és akkor meg is beszéltük, hogy én csinálom a Trianon könyvet, és Marcel csinálja a diktatúrás könyvet. De aztán a Marcel egy hét múlva engem fölhívott, hogy ő úgy gondolja, hogy mégis jobb lenne, hogy cserélnénk, és akkor cseréltünk, és ő tényleg rajzolt egy nagyon szép Trianon könyvet. Lehet, hogy sokan vannak itt önök között, akik ismerik a Jankovics Marcelnek azt a könyvét, én pedig megcsináltam ezt. Öröm ajkon örömének. Lehet, hogy arra a másik versenyre is gondolsz, ami az öröm ajkon örömének? Igen, akár fel is olvashatjuk. Annyit szeretnék meg előtte elmondani, hogy azt hiszem, talán fülszövegbe is írják azt, hogy ezt a hurrá optimizmust igyekszik megjeleníteni a kötet, ami akkoriban... Azon gúnyolódást, igen, ami azért így számomra egy rendszerváltás után született számára azért igencsak, tehát néha groteszk, néha hihetetlen, és már-már így sok művedet tekintve ezen nem akarom elhinni. Rendszerváltás után született. Igen. Én kérek elnézést. Igen, az Öröm ajkon örömének cím, az tulajdonképpen egy idézet abból a versből, amelyet egy Hazafi Bátor nevű, amúgy kitalált költő írt, és a Paternoster című könyvben megvan egészben a vers. Valószínűleg fogsz majd kérdezgetni olyan emberekről, akiknek a nevében én verseket írtam, vagy ezt-azt írtam. Ez a Hazafi Bátor is ezek közé tartozik, és hát az örömóda az maga nem került be az Öröm ajkon örömének című könyvecskébe, de most akkor elolvasom, jó? Te meg akkor közben megmutatod, hogy milyen a címlapja annak a könyvnek. Örömangyal az örömhírt örvendezve hirdeti, örömbum lesz, örömjárvány, s jön az öröm cunami. Örömteli látni, ahogy a világot az öröm működteti forgatván az égi örömkörökön. Öröm óceánba ömlik örömpatak s örömér, s mindkét perc, és mindenkit minden percben új és újabb örömér. Örömtűzből örömtűzvész, örömvízből örömár, agátakat átszakítva hömpölyög az öröm már, öröm reggel, öröm dél, és petárdás örömest. Örülünk, hogy velünk örvendsz, te is szíves örömest. Öröm látni együtt örül, öröm elftárs, öröm úr, öröm kakas kukorít és kincset öröm disznót úr. Öröm atya öröm arcán, öröm könnyű görgedez, örvendez és évadja van, örül az s örvend emez. Öröm péntek, öröm szombat, öröm hétfő, örömked, a bánatot kiiktattuk, az öröm már örök lett. Öröm focit nézni a nép, öröm stadionba jár, örömében 100 pipacsal virágzik ki a határ. Örömkor ez, öröm tömeg, nem áll sorban örömér, alanyi jog lett az öröm, kéretlen is örömér. Örömhőst öröm hazában, öröm elnök tüntet ki, több örömöt ígér, s a nép kijár értet tüntetni. Öröm szívben
örömritmus, örömajkon örömének, örömmunkás, örömparaszt, örvend egymás örömének, örömifjús, örömleány, örömzászlót lobogtat, örömtanár örömében örömdiákot oktat, örömorból örömfika, snyúlós örömtakony dől, öklendezünk örömünkben, sányunk merő örömből, örömbélben tekereg az örömsárga örömsár, amenny tömény öröm, de a pokolban is öröm vár, örömkolbász, örömhurka, örömsonka, örömsír, minden polgárt megillet egy díszkoszorús örömsír, örömlétre szenderül az öröm ős, kit öröm ölt, s örömzód ródát zenk ki tőle örömvagyont örökölt, öröm, 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 ő, hullalábú Jánok öröm örömében tovább nő. Hercegem, nincs kiút az örömkörből, sose fogysz ki az örömből, ablakot társz be örömdől, ajtódon is ő dörömből. Igen, hát annyira azért valóban nem volt vicces abban a korban élni, mint ahogy ebben a versben ezt így feleleveníted. Többek között a Paternoster című, ugye mivel abban a regényben jelent meg ez teljes hosszában, hát ott is igencsak a groteszk jelenetek sorjáznak, és hagy említsem meg, most így visszacitálnám azt, amit a beszélgetés elején mondtam, ezt a minden mindennel összefügg. A Paternoster regényeden, de gyakorlatilag az összes könyvben az érzékelhető, hogy az intertextualitás az mindenhol jelen van a szövegköztiség. István mindenhol apró morzsákat dob el az olvasóknak, akik vagy észreveszik, vagy fölveszik ezt a morzsát, vagy nem, és ha követik, akkor egy másik művéhez fognak eljutni, többek között a Paternosterben is elhagyja az Utis blokkhoz vezető morzsát is, ott van benne Rév Júlia is, és még sorolhatnám ezeket hosszan. Aki szereti ezt a fajta játékosságot, az annak külön öröm lesz Istvánnak a könyveit sorjázba bújni. Nem feltétlen kell, hogy erre reagálja, ezt csak mindenféleképpen el szerettem volna mondani, mint egy észrevételt. De amellett nem tudok elmenni a Paternostert illetően, hogy főként ennél a regénynél volt nekem nagyon az az érzésem, hogy a grafikus művészi szembecsapás művészete, hát itt az olvasó becsapásának a művészetévé lényegül át, mert tulajdonképpen több szereplő szűrőjén keresztül meséled el a történet, vagy áll össze a történet egy egészé, és gyakorlatilag az olvasó a történet végére már nem egészen, legalábbis a magam nevébe beszélek, nem egészen tudja eldönteni, hogy miről is van szó. És ez az talán az egyetlen olyan műved, ami a szép irodalom és a tényirodalomnak a vegyítése, mint ezt megtanultam egy másik könyvbemutatóba belenézni, hogy ez a reszi nek a műfaja, ami Franciaországban egy igen kedvelt műfaj. Nem tudom, hogy mennyire tudatos ez, hogy mint egy, vagy csak az én észrevételem ez, hogy minthogyha a grafikus művészetnél is ezt a fajta becsapás, ezt a fricskát alkalmaztat volna itt is. Könnyen lehet, hogy összefügg azzal, amit grafikában csinálok. Itt ül Ács Mara a teremben hátul. Ő egyszer azt mondta, hogy az anamorfózis képzőművészeti műfajra hasonlítanak azok, amiket én írni próbálok. Bárhogy mennyire tudatos vagy nem tudatos, azt nem tudom. Én azt hiszem, hogy grafikusként sokkal tudatosabb vagyok, mint íróként. Azt szoktam mondani, lehet, hogy tréfásan, de tréfásan hangzik, de én komolyan gondolom, hogyha én elkezdek valamit rajzolni, és minthogy a rajzolásban elég profi vagyok, úgy gondolom, hogy már tudom, hogy mi lesz a végeredmény, amikor még csak az üres papír van előttem, és ez elég unalmassá teszi a dolgokat. De az írásban sokkal kevésbé vagyok tudatos, tehát ha valamit írni kezdek, akkor az elkezd mindenféle kacskaringós utakon menni és keresni a saját útját, és nem tudom az elején, hogy mi lesz belőle, illetve lehet, hogy valamit tudok, de aztán egészen más sül ki a végén, és ez kétségtelen izgalmassá teszi a dolgokat, úgyhogy ezért én azt veszem észre mostanában magamon, hogy szívesebben írok, mint rajzolok, és hát
benne vannak tudatos, meg tudatalatti, meg kevésbé kiszámított dolgok, meg kiszámítottak is. Konkrétan ebben a könyvben, a Paternosterben azért azt észreveheted, illetve nyilván észreveszik az olvasók, hogy nagyon sok képzőművészeti utalás van. Tehát a szereplők, konkrétan az egyik főszereplő is egy rajztanár festőművész, meg a mellette megjelenő mellékszereplők közt is sok olyan vagy fiktív figura van, vagy konkrétan létező igazi képzőművész, mint például a Bernát Aurél, akiket én a saját praxisomból képzőművészként vagy ismertem, vagy legalábbis tudom, hogy körülbelül miket csináltak, vagy miről mi jutott eszükbe. Tehát a közeg az közel áll hozzám. És azért más művetben is erőteljesen megjelenik a grafikus művészet, ott van a Követ és a Fáraó, ami hát gyakorlatilag két festményről szól, hogyha nagyon le akarjuk csupaszítani, de azért ebbe is elég sok minden benne foglaltatik. Mesélsz nekünk róla egy picit. Nagyon szívesen. A Követ és a Fáraó volt talán az első olyan hosszabb könyvem, amely a Tipotek kiadónál jelent meg. A Tipotek kiadóról ugye azt kell tudni, hogy ő olyan jellegű a tudomány és a művészetek határán táncoló munkákat szokott kiadni, amiket én amúgy szeretek, és én elég gyakran rajzoltam neki könyvborítókat, és akkor egyszer Votiszki Zsuzsa, a kiadó igazgatója, megtudta, hogy írok is, és akkor ő azt mondta, hogy hát szívesen kiadna valamit tőlem, és akkor vettem elő azt a kéziratot, amiből aztán a Követ és a Fáraó lett, és az imént már az Iparművészeti Főiskolával kapcsolatban megemlítettem Hajman György nevét. Hajman György egy kiváló tipográfus volt, könyvtervező volt, és ő nekem egyszer valamikor a 90-es évek legelején azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy könyvet az anamorfózisokról. Az anamorfózisok, tudod, az a furcsa világ, amikor úgy rajzolok le valamit, hogy nem látszik, hogy mi van rajta, de ha az ember mondjuk egy tükröződő hengert rátesz a képre, akkor egyszer csak kiderül, hogy mi van elrejtve azon a képen. Azért hadd szúrjam azt közbe ide, hogy régebben valóban csak paca volt, de én úgy tudom, hogy te azt tűzted az ászlódra, hogy továbbfejleszted az anamorfózisokat, hogy azok torz valójukban is valamit mutassanak. Köszönöm, Petra, igen, ilyen kétjelentésű anamorfózisokat is kezdtem csinálni, hogy ne csak amorf legyen, hanem egy másik, a fő jelentéstől független második jelentés is legyen. Na de hát visszatérve Hajman tanár úrra, azt mondta, hogy ha én csinálnék egy könyvet ebből, akkor ő tervezne ebből egy könyvet, és akkor én sőt, nem csak, hogy ezt kitalálta, hanem még a kiadót is megtalálta hozzá, Borda Lajos kiváló könyvkiadót, akivel aztán később sokat dolgoztam együtt, ő mutatott be, a Hajma mutatott be Borda Lajosnak. Lajos vállalkozott is volna megcsinálni ezt a könyvet, de hát én nem nagyon iparkodtam. Hajman tanár úr ugyan mondta, hogy hát ő nálam 30 vagy 40 évvel öregebb, úgyhogy ne számítsak rá, hogy akármeddig tud várni, de én csak lassan csináltam, és hát szegény Hajman meghalt közbe. Én meg ott maradtam ezzel a kézirattal, de ebből a kéziratból raktam össze aztán a Követ és a Fáraót. A Követ és a Fáraó, a Követ ebben az esetben egy Jean d'Intville nevű francia férfiú, aki Hans Holbein Követek című festményén a baloldali figura. A Fáraó pedig az még bonyolultabb, mert ugyanez a követ megjelenik egy másik Holbein képen. Annak az a címe, hogy Áron és Mózes a Fáraó előtt, ez egy ószövetségi történet, de ezen is ott van ugyanez a követ, ugyanez a Jean d'Intville nevű férfiú a testvéreivel, és ezt a festményt is a Holbein festette. Vagy nem.
Vagy nem, igen, ez nagyon bölcs hozzászólás volt, szóval nem ő festette, de az ő neve van a kép aláírva. Ez a New Yorki Metropolitan Múzeumban lévő festmény, akik egy kicsit jártasok a művészet történetben és ránéznek erre a képre, akkor látják, hogy hát ez azért messze van a Holbein kvalitásaitól, de azért nem olyan rossz kép, hogy ne kerülhetne be egy Metropolitanbe. Na most ez a kép, ez valamikor együtt lógott Policyben, egy francia, nem is kisváros, hanem inkább kis falunak a kastélyában, és erről a két képről, a két kép összefüggéseiről akartam írni egy könyvet, és ez a követés a fáró. Amivel egyébként együtt íródott a levelek a nagykövetnek. Igen, a levelek a nagykövetnek. Van is egy vers, a Policy, azt megkérhetem, hogy felolvasd. Hát persze. Én olvassam, vagy Máté? Máté nem, mert még nem is látta ezt a verset. Én felolvasom. Policy. Igen, ezzel a nagyon, egyébként szerintem nagyon szimpatikus nagykövettel én egy egész verses kötetet írtam. Itt kinn az asztalon van, sőt, aki a könyvtárt támogatja azzal, hogy megveszi az apa könyvet, az kap ajándékba ebből a verses kötetből is egyet. Szóval együtt írtam ezzel a nagyszerű nagykövettel, hol ő írta, hol én írtam, hol folytattuk egymás verseit. Szóval én egy legalább 10 éven keresztül nagyon jó barátságban éltem vele. Vad kertjében a nagykövetnek egy döglött rozsdás traktor áll. Ül rajta 30 nagy madár, sötét madár, sok éve már várnak, s csak szemükkel követnek. Holt hínár létra, gyöngyüveg, üszkös gerendák, tört falak, s ami a tűznyomán maradt, homlokkövek, sarokvasak, közt burjánzó nagy füvek. Övik csalámban lépegetve, mellettem Jean a nagykövet, az elmulasztott éveket magyarázza, és érveket hoz föl az elcserélt szerepre. Mert ő él, s én lettem halott, már nem is hallom, hogy beszél, elkapja szavait a szél, a Szajna és a Laginé a két folyó a part alatt. Mintha nem tudnám, úgy teszek, hóna alatt valami durva újságpapírba csomagolva, az övé vagy az enyém volna, mint veknit visz egy csontfejet. Jean d'Intville legszebb nagykövet, eltékozolták palotád, de híres melankóliád, mely oly jellemző volt reád, őrzöm, mint rám testált követ. Sétálj csak tovább, jó rokon, minthogyha tested volna, kérlek, félúton majd talán beérlek, vagy várlak majd, akár egy lélek kővarjak közt a traktoron. Ehhez hozzáfűzném még azt, hogy azért van a tűzvész itt, mert hogy én elautóztam ebbe a Policy nevű városkába, amikor egyszer Franciaországba jártam, és amikor megérkeztem a nagykövet kastélyához, kiderült, hogy előző hónapokban égett le az egész, úgyhogy én azzal a céllal mentem, hogy megtaláljam azt a bizonyos nézőpontot, ahonnan ők azt az eltorzított bizonyos anamorfikus koponyát nézték, mert azt elfelejtettem mondani az előbb, hogy ezen a festményen, a Holbein festményen van egy furcsa eltorzított koponya, ami nem néz ki koponyának, csak a jó helyről nézi az ember, és nekem volt egy prekoncepcióm, hogy ez valahonnan egy lépcsősorról kellett volna nézni, azt a lépcsőt mentem keresni, de hát beomlott addigra a dolog, úgyhogy azért a képzeletemben ott van, és az lehet, hogy mind fontosabb, mint hogy valóságban megtaláljam. Hát és mi ez, hogyha nem igazi kutató és terepmunka, amihez szintén édesapádhoz tudok visszacsatolni, akinek azért köze is volt a követés a fáraóhoz, mert ezt odaadtad neki, hogy kértél egy kis segítséget hozzá, hogyha minden aputól igaz. Sokszor kértem segítséget, főleg akkor, hogyha valamit le kellett fordítani. Például, hát a legutolsó emlékem apuról már nem is sokkal az ő halála előtt, hogy elvittem neki a bocskai kéziratokat. Bocskairól van, nem a hitharcosáról, aki ott áll a Genfben szoborként, hanem Bocskai Györgyről beszélek. Bocskai György
a kitűnő kalligráfus az 1500-as évek közepén Bécsben élt Bocskai, és valami eszméletlenül szép kézírásokat csinált, ezeket most a Getty Múzeumban őrzik meg a Kunsthistorisches-ben, és de ezeket a szövegeket ő latinul írta. Apám meg ugye latin tanár volt, és elvittem neki, hogy fordítsa le, hogy mik ezek, hogy én többet megtudjak Bocskairól. Nagyon sok újdonságot nem derült ki, mert ezek általában valamilyen idézetek voltak, többnyire bibliai idézetek voltak, de szorgalmasan lefordította őket. Én meg sok más mellett Bocskaival foglalkozom azóta is, és nagyon szívesen ajánlom mindnyájuk figyelmébe Bocskai Györgyöt. Bocskai Györgyöt egyébként egy bizonyos Georg Hufnagellel együtt ajánlom a figyelmükbe, ugyanis az a furcsaság történt, és az ilyen páros ügyeket én nagyon szerettem addig is, meg azóta is, hogy az 1500-as évek közepe táján megrajzolta, megírta ezeket a nagyon szép kalligráfiákat Bocskai, aztán az ott maradta a Habsburgoknál, és második Rudolfhoz került, és második Rudolf talált egy holland grafikust, ezt a bizonyos Georg Hufnagelt, és megkérte, hogy ő rajzoljon szép kis natúrákat azokra a felületekre, amelyek üresen maradtak a szövegek között. És ez a két ember olyan tökéletesen dolgozott együtt, annak ellenére, hogy Bocskai már régen nem élt, amikor a Hufnagel elkezdett rajzolni, hogy az valami elképesztő, szóval nem is lehet fölfogni, hogy tudtak így együtt működni. Más írásodat is volt alkalma édesapádnak olvasni, Sakparti a szigeten, bár ugye ott nem a végleges változatot, hanem még egy valamilyen korábbi változatát, és hát nagyon szerényen jegyezte meg, hogy elképesztő, hogy mennyi mindent tudsz, hát akkor még finoman fogalmazott, mármint, hogy mennyi mindent tudsz erről a korszakról és ezekről az emberekről, és most azért is citáltam ide a Sakparti a szigeten, mert hogy Borda Lajos nevét már említetted, és neki ennek a könyvnek a kiadásához hát volt némi köze. Bizony, és itt ül körünkben Borda Lajos fia valahol, már legalábbis találkoztam vele. Igen. Mert a Lajos is egy kiváló versenysakkozó amellett, hogy nagyszerű antikvárius, és amikor ő felajánlotta nekem, hogy valamit kiadna tőlem, akkor én azt gondoltam, hogy akkor az legyen egy sakkal kapcsolatos dolog. Én ezzel a bizonyos sakkpartival, amelyet egy Alekszander Alekszandrovics Bogdanov játszott Capri szigetén, Gorki nyaralójának teraszán egy Vlagyimir Iljics Lenin nevű férfiúval. Elég sokat foglalkoztam, de engem ez az optikai illúziók miatt érdekelt. Ilyesmivel foglalkozom képzőművészként, optikai illúzióval, és egy olyan fénykép maradt meg erről a sakkpartiról, amelyen nem nagyon lehet tudni, vagy eldönteni, hogy hányan látszanak, mert van olyan változata a képnek, ahol öten állják körül a sakkozókat, van, ahol heten, van, ahol már csak hárman maradtak, ugyanis függően attól, hogy éppen a Szovjetunióban milyen volt ezeknek a férfiaknak a megítélése, alkalmasok-e arra, hogy Lenin társaságában megjelenjenek, leretusálták, olykor meg visszaretusálták őket a fényképre, és ez először engem csak a parti során, később a partit körül álló kibicek életrajza nyomán érdekelni kezdett, úgyhogy egy egész könyvet összeraktam ebből, amit igazad van, Petra, apu még kéziratban olvasott, mert amikor megjelent a könyv, akkor már ő nem élt. És lehet, hogy nem csak édesapád olvasta, ugyanis oroszra lefordították ezt a kötetet, és hát Szürcsgi Zsa barátodnak köszönhetően Gorbacsovhoz is sikerült eljutatni. Ja, hogy te miket tudsz? Igen, ez így történt, hogy egy Vyacheslav Szereda nevű kiváló orosz fordító lefordította a magyar könyvet oroszra. Szláva egyébként, Vyacheslav Szereda, ha jól tudom, holnap fog kapni valami nagyon fontos fordítói díjat, úgyhogy innen is gratulálok neki, ha valaki hallja.
És azt hiszem, hogy az orosz könyv egyébként jobb is lett, mint a magyar, mert én oroszul már zömmel elfelejtettem, úgyhogy én a magyar meg angol forrásmunkák alapján dolgoztam, de a szláva mindegyiknek megkereste az eredetiét, és rájött, hogy hát nem mindegyik egészen pontos, úgyhogy kijavította, úgyhogy jobb lett az orosz könyv, mint a magyar. És hát ott nagyobb példányszámban is jelent meg, meg kellemesebb áron, mint Magyarországon. Úgyhogy ott viszonylag többen ismerik talán a könyvet. És hát igen, a Géza ismerte ezt a fordítást, és valamikor ő elvitt belőle egy példányt Gorbacsovnak, már csak azért, mert a Gézának megjelent valamilyen könyve Kínába, és ahhoz a Gorbacsov írta az előszót, és ajándékba vagy ajándékok között ezt a könyvet is vitte neki. Úgyhogy érdekes módon Gorbacsov is olvashatta, aztán, hogy elolvasta, azt nem tudom ezt a könyvet. Egyébként Géza ott volt a könyvbemutatón, sőt, valami most eszembe jutott itt erről a könyvről, ki is húzom innen alulról. Mert amikor összeválogattam ezt a könyvet, ez egy olyan, ami tele van jegyzetekkel, de benne maradt egy ilyen papír, amire én fölragasztottam azt a pálinkás üvegről leáztatott címkét, amelyet a Géza hozott nekem a könyvbemutatóra ajándékba, amire rá van írva, hogy Szőcs Géza Szilva Pálinka ostorosi szilvafáiról kézzel szedett gyümölcsből, és ez a 37-es számú parack, és ezt itt így én könyvjelzőként használom ebben a könyvben. És már barátokról van szó, van egy elejtett szál, hiszen az a vers, a meditáció édesapád verse, az a Kiskunságban jelent meg, amit a későbbi idők során pedig az a bizonyos Nagy Gáspár szerkesztett, hogyha most nem tévedek, akiről fogunk beszélni, vagy szeretnél beszélni, és aki ezt írtál egy verset, emlékezvény rá is, amit a Máté itt nekünk most elő fog mondani. Igen, az remek, hogy a Máté nem szerkesztette a Kiskunságot meg a forrás, de gyakran publikált Gáspár abban a folyóiratban. De köszönöm szépen, hogy Máté elénekli ezt a verset, és akkor közben én megtöröm a fejem, hogy mit is mondhatnék még hozzá, de fogok tudni. Megy világgá, mint az álom, azon az egy szalma szálon. Lassan lépd el, még nem látom, kétdimenziós az álmom. De már hallom, ahogy rám szól, uraságod miért gyászol. De már hallom, ahogy rám szól, uraságod miért gyászol. Követi költünk valaki, szárnya zörgését hallani. Barlang falnyi, mozi vászon, asani simas a vállon. Árnyékként lép a nyomába, által lép a kontúrjába. Ága bokrán az ereknek, fényhálózatok erednek. Világuló lélegzettel indul a szó a torkám fel, s kérdi újfent, miért is gyászol, szalmaszálban ott a jászul. De már hallom, ahogy rám szól,
uraságod miért gyászol, s kérdi újfent, miért is gyászol, szalmaszálban ott a jászol. De már hallom, ahogy rám szól, uraságod miért gyászol, s kérdi újfent, miért is gyászol, szalmaszálban ott a jászol. Hát elsőként, ami ott van, az Asanisi Masa, talán az, ami egy pici magyarázatra szorul. Asanisi Masa, megmagyarázom, de közben eszembe jutott még, hogy hát uraságod így. A Gáspárnak volt egy kedves megszólítás, és nagyon gyakran úgy szólított engem, hogy uraságod, amit nyilván nem kellett komolyan venni, hanem majdnem ilyen ironikus, tréfás megszólítás volt. Hát ezt konkrétan akkor írtam, ezt a verset, mikor Gazsi meghalt. Aki ismeri Gazsi költészetét, illetve azt a híres szalmaszál, ami abból a jászolból való üzenetét, akkor azok tudják, hogy miről van szó, de hát igazad van az Asanisi Masa, amit meg kell magyarázni, de azoknak talán nem kell megmagyarázni, akik Fellini 8,5 című filmjét ismerik, ott írja föl Mastroianni egy fekete táblára ezt a sokaknak ott is titokzatosnak tűnő szót, hogy Asanisi Masa. De övönövök, ugye ve tuvudnovak ivigybe veszévél nivi. Olaszországban is van egy ilyen játék, amikor ilyeneket mondanak, és az Asanisi Masa, azaz anima, vagyis a lélek szónak egy ilyen játékos verziója, ami ott a Mastroianni, vagy hát annak a szereplőnek, akit Mastroianni játszik, eszébe jutott és fölírja. Nekünk meg ugye, akik animációs filmmel foglalkoznak, ez még egy plusz jelentéssel is bír, mert hogy az animáció is a lélek szóból származik, az animából lélekkel telíteni a rajzolt figurákat. Ez a rajzfilmes rész, és szeretettel köszöntöm azokat a rajzfilmes kollégáimat, akik itt vannak. Nekem is eszembe jutott még ezzel kapcsolatban egy történet. Itt van szintén a közönség soraiban a feleséged és alkotótársad, Keresztes Dóra. Volt nektek egy közös kiállításotok, aminek kapcsán a TV galériába meghívtak benneteket, és mind a kettőtöknek kellett hívni maga mellé valakit, és aztán pont Dóra hívta Nagy Gáspárt, és még volt ezek körül is egy bonyodalom, de én csak ennek kapcsán azt akarom említeni, hogy amikor keresgéltem az interneten, hát ez a bizonyos interjú, ez szembe jött velem, úgyhogy ha bárki kíváncsi rá, akkor visszanézheti az akkori beszélgetést. Bizony, sőt, mi egészen pontosan tudjuk, hogy ez a beszélgetés 1985-ben zajlott a TV galériájában. Nem csak azért, mert akkor a Nagy Gáspárt éppen nem volt nagyon könnyű meghívni, mert éppen szilenciumon volt, és nem is lett volna szabad, úgyhogy csak a Dóra karakánságán múlt, hogy végül mégis Gáspárot megjelenhetett. De nem is ezért emlékezetes nekünk, hanem ugye a következő év elején, január elején született meg a mi lányunk, Anna Ida, úgyhogy akkor, amikor te látod azt a bizonyos TV galériáját, akkor az Anna Ida már ott van a Dóra szíve alatt, csak még nem mindenki tud róla. És hát ránézek az órára, már igencsak elszaladt az idő. Én úgy gondolom, hogy tekintsünk a jövőbe. Általában egy könyvbemutatón az írók rá szoktak kapni attól, hogyha éppen publikálnak egy könyvet, akkor már azt kérdezik tőlük, hogy na és mit dolgozik legközelebb, vagy mit dolgozik már most, de esetedben nem ez a helyzet, mert te nagyon szívesen beszélsz arról, hogy mi az, amin már dolgozol. Ebben azért annyira nem vagyok biztos, mint ahogy én szívesen beszélek, de azzal magyarázom magamnak, hogyha én elmondom, hogy mind dolgozom éppen, akkor már egy kicsit kényszerítve leszek rá, hogy meg is csináljam, és ezt tényleg meg szeretném csinálni. Én
mint hogy a Paternoster kapcsán mondtam már neked, hogy amikor irodalommal foglalkozom, annak is van valami képzőművész vetülete, de talán a megevett tengerészekesről szóló könyv kapcsán is ugyanez elmondható. Na most, akivel én most foglalkozom, azzal is, mint illusztrátorral kezdtem foglalkozni. Tudják-e önök, hogy ki volt az a Grimm Vince? Nagyon örülök, hogy nem teszi föl senki a... Nem azokról a Grimmekről van szó. Nem azok. Nikovics Oszi már mondja, hogy a sakkozó, igen. Én úgy kerültem Grimm Vincével kapcsolatba, hogy a János Vitéznek meg a Helység kalapácsának ő rajzolta a címlapját. Ugyanis egy litográfus volt, egy illusztrátor volt az 1840-es években Pesten. Ez egy bécsi származású osztrák férfiú volt, aki Pesten élt, és hát való igaz, hogy Európa legjobb sakkozója volt mellesleg. Az 1841-ben és 42-ben zajló Pest-Párizs levelező sakjátszma három sakkozója közül, ő volt az egyik, Löwenthal Andor és Szén József volt a másik kettő, és hát természetesen Párizst, akit addig verhetetlennek hittak, kétszer egymás után elporolták. Aztán hát a szabadságharc mellé állt, ő nyomtatta, mint litográfus mester Pesten a Kossuth bankókat, ő Szemere Bertalannal együtt ott volt Orsovánál, amikor a koronát elásták, utána Törökországba menekült, Bem Józseffel együtt Aleppóban volt, ő tudósított Bem haláláról, és csak az amnestiával, a kiegyezés után került vissza Pestre, ahol megválasztották a Magyar Sakkör tiszteletbeli elnökének. Az igazi elnököt egyébként úgy hívták, hogy Erkel Ferenc akkor, de hát utána sajnos nem sokkal meghalt, szóval egy fantasztikusan érdekes életút, még ezen kívül nagyon sok mindent mondhatnék róla, szóval róla írok most, vagy próbálok írni valamit, aminek az első lépése, és itt van Sütő Péter, aki éppen lefordítja nekem nyersbe, ennek a bizonyos Grimm Vincének a Jelasics ellen írt gúny eposzát, hogy én aztán azt le tudjam rímekben is fordítani, mert hogy ezt a Péter nagyon jól ismeri ezt a 19. századi osztrák nyelvet, amin ez íródott. Sőt, ha minden igaz, akkor egy novállás kötet is meg fog jelenni. Az a bizonyos novellás kötet, amit Júliára gondolsz, azt hittem már, hogy valamit rosszul tudok. Nem, azok megvannak, azok a novellák már megvannak, az elvileg a Helikon kiadónál is van, reméljük, hogy jövőre megjelenik. Rév Júlia írásai, ezt hosszú ideig nem tudta senki, hogy én vagyok tulajdonképpen Rév Júlia, mert a Hitel című folyóirat legalább 6-8 írását megjelentette Júliának, és hát most az én előszavammal fog majd megjelenni ez a könyv. Igen, az apakönyvben is írott, hogy Borzák Tibor kecskeméti újságíró is téged zaklatott, hogy... Igen, mert a Hitelben azt mondták szegény Tibornak, hogy nem tudnak semmit erről a Rév Júliáról, mert én hoztam velük össze Rév Júliát, szóval én ajánlottam be nekik, és engem faggasson, és akkor hát faggatott lelkesen, és akkor egyszer már nagy sokára elmondtam neki, mert azt mondta, hogy hát olyan érdekes dolgokra jött rá ez a Rév Júlia, hogy ő riportot szeretne vele csinálni. És nem ő az egyetlen, akinek a szemszögéből szerepverseket írtál, hogy említetted Grimm Vincét, és itt is van az Appendix című igen, versed. Így van, igen, kérlek, igen, hogy legyen kedves felolvasni. Meg hát ugye verseket írtam ennek a Jean d'Intville-nek a társaságában is. Egyébként volt itt egy olyan vers, amit Shelley írt. Vagy Orosz István. Ez a Pótszarv című kötetben van. Azt azért még elmondom a Shelleyről, hogy azt nem tudom, tudják-e, hogy
Mert én a rinocérosszal is szoktam foglalkozni, sőt, Szent Rinocérosz gyermekei címmel is van egy könyvem a Tipotek kiadónál, de ebben a novellás kötetben, a Pótszarv című novellás kötetben előbukkan egy Shelley vers, és a rinocéroszról ugye lehet tudni, hogy 1516-ban Itália partjai mellett vízbe fúlt. És kísértetes dolog, hogy Shelley hajszál pontosan ugyanazon a helyen fulladt vízbe, ott a itáliai nyugati partjainál, ahol az a rinocérosz két-háromszáz évvel korábban. És megtaláltam egy olyan verset abban a tercinában írva, amivel az Óda a nyugati szélben is írta Shelley, hogy szarvornyú szörny, ó, te rinocérosz, áradó hab és habzó fellegek, vadförgeteg nyers nyugati szélhoz, világvándor a zord hullámhegyek sörényén, enged kormányod, hajód, zászlód, vitorlát, s horgonyod legyek, áradó szellem, álmot és valót egymásba sodró, tajtékzó elem, örvényébe a lesz, a van, a volt, véled ráncsom be, zúgó szerelem, gyönyörök tülke, fénylő szaru szarv, klein kancsó, hol tér teret terem, rettentő füllel ott lenn hald a dalt, hol holt a hold, s árnyék a véle halt. Hát, ez történt. Na de akkor a Grimm Vincét kell megtalálnom. Appendix Grimm Vince verse. Eszembe ötlött egy tréfás bölcsmondás. Az a fajta szellemdús kétértelműség, miért élek-halok. S minél jobb igét, utolsó maxima gyanánt, halálos ágyamon nem tudnék mondani. A hivalgó büszkeség mögött, mi menten úrhodni kezdve rajtam, nyomban fölmerült a kéte is. Nem olvastam-e már valahol ezt az okos paradoxont, nem egy könyvből vándorolt éj szikkadt elmémbe át. Nagy volt a tét, hisz elképzeltem, matrac sírom környül állói közt lesz egy ősz öreg, kitán csak véletlen téved majd oda, s göcsörtös ujján hosszú szakállát gúnyos mosolyjal göndörítvén azt mormogja halkan, plágium. Megnevezi a szerzőt is, azt az ismeretlen másikat, míg én szégyen szemrem tovább fehéredek. Látom, szemem lefogják, állam felkötik, jótét kezek, s míg a maszk szobrász gipszkulimászát orcámra dörzsöli, híveim fejcsúválva elszélengenek. Átlapoztam az adomagyűjteményeket, mi Pesten hozzáférhető németet, franciát, latint, s végig nyálasztam Erasmustól Vasgerebenig minden aforistát, volt ki többször is. Egyetlen citátum albumban sem leltem az élc nyomát, s nem találtam még hasonlóra sem. Kezdtem hát megnyugodni végsőnek szánt mondásom felől, nyugodt szívvel hallhatok meg tehát. Jobb létre szenderülhetek, fogalmaztam át a fönti mondatot, mert újra költőnek hittem magam, hogy ne mondjam Isten áldott a tehetségnek. Ekkor jött az újabb baj. Az elsőnél nagyságrendekkel nagyobb. A mondatot, a legvégsőnek szánt tökéletest elfeledtem. Hát én nem feledtem el még azt a sok-sok kérdést, amit szerettem volna neked feltenni, és azt a sok-sok minden mást, amiről mi beszéltünk. Nagyon sok verset lehetne még felolvasni, de én igazán nem akarom a közönségnek a türelmét tovább rabolni. István, nagyon szépen köszönöm. De azért egy éneket még meghallgatunk. Tudom. Nagyon szépen köszönöm, hogy felkértél erre a nemes feladatra, és hát, hogy akkor keretes legyen a szerkezet, akkor ismét fordulok Mátéhoz, aki pedig önökhöz fordul egy kéréssel, szeretné önöket is egy picit bevonni. Én is köszönöm a felkérést, és egyébként István, én nagyon szép estéket töltöttem a leveleiddel, a nagykövettel. Azt tudni kell, hogy ezek olyan versek, hogy különböző jegyzetelések vannak a hátsó
traktusba, tehát a verset elolvassa az ember, utána hátralapoz 30-40 oldalt, és akkor megérti, és akkor vissza. És ezzel tényleg sok estém jól telt. És el is hittél mindent, ami ott. De gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne megzenésíteni, hát ahhoz meg kéne zenésíteni a jegyzetet is. De lehet, hogy egyszer majd. Ez pedig a legelső olyan vers, amit Istvántól én megénekeltem, ez az ima, és hogyha van kedvük, és dalolnának egy kicsit, akkor mutatom, hogy mit lehetne. Na 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 na. Tehát szöveget nem kell tudni, összesen ennyi. Lehet dudolni is. Akár szólamot is írhatunk hozzá még. És ez végig menne a dal alatt. Mi atyán ki vagy, a fűben, a fában, lepke szárnyba rajzolt szimmetriában, verő fényben és hullásban, hajnali havakban, mosakvó madárban. Mi atyánk az elmúlásban ki vagy? Mi atyánk az elmúlásban ki vagy? Mi atyánk ki vagy a szívverésben és a lélegzetben, meg ahogy az emlékezetben fölézzik valami rég elfelejtett semmiség, illatban, ízben és tapintásban. Mi atyánk az elmúlásban ki vagy? Mi atyánk az elmúlásban ki vagy? Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy meghallgattak bennünket. Van esetleg valakinek kérdése? Vagy majd inkább felteszi mindenki négy szem közt, mert azért nem szalad el se István, se Máté ezt követően, és hát még, mint István említette, még egészen a beszélgetés legelején van lehetőségük vásárolni. Ott van egy kérdés. Ha már fel volt kínálva a lehetőség, van szerencsém már elolvasni a könyvet, és mint hogy az utalás szólt, azért néhány tucat szólt már, soknak is javaslom, hogy utána vegyék kézbe. És a kérdésem pedig az, hogy megnézhető-e az a bélyeg, amit rajzoltál, amikor nem mentél el Amerikába tanítani, mert azt mondtad, hogy itt is meg tudod tanítani ezt a diákokat, akiket ide küldtek hozzád. És hogy azt gondoltad, hogy úgy lehet igazán tanítani, hogyha együtt dolgozol valakivel. És azt mondtad, hogy ettől a kis amerikai lánytól többet tanultál, mint amennyit ő tanulhatott tőled,
mert Amerika felfedezéséről szólt a bélyeg, és ez egy villámlány. Igen, Laci, köszönöm szépen ezt a kérdést. Tényleg az történt, hogy ez a 90-es év, hát Amerika felfedezésének éppen az 500. évfordulója volt, és egy William Ronalds nevű kiváló amerikai grafikus művész tanár a New Yorki St. John's Egyetem diákjaival gyakran eljött Budapestre, és Pestről járták aztán végig az európai fontosabb helyeket, és ő néha engem megkért, hogy a diákjaival foglalkozzam. Én meg úgy gondoltam konkrétan ebben az esetben, hogy én kaptam a Magyar Postától egy olyan feladatot, hogy bélyeg sorozatot tervezzek Amerika felfedezésére, de üljön mellém valaki, és akkor együtt dolgozzunk, és akkor át tudok adni dolgokat. És amikor leültünk együtt, még én nem is tudtam, hogy ez a kislány, ez egy indián lány lesz. Úgyhogy elég furcsa más aspektusát kellett átélnem, illetve kellett fogékonnyá válnom, hogy az, hogy Amerika felfedezés, az nem mindenkinek a szemszögéből ugyanaz, de hát én pont az ilyen szemszögekkel szeretek játszani, úgyhogy sokat beszélgettünk erről a dologról, miközben tényleg rajzoltunk, és lett is belőle egy sorozat, elkészült egy bélyeg sorozat, amit akkor még elég gyakran küldözgettünk leveleket, nem e-maileket írtunk, mint mostanában, úgyhogy én is sokat használtam azt a bélyeget. Ha másnak nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük, és akkor folytatva a mondatot most még el lehet csípni István egy-egy kérdés erejéig, akár dedikáció erejéig is. Ott van kint az apakönyv, amit, hogyha megvásárolnak, István nagy vonalon felajánlotta, hogy jár minden egyes kötethez egy Levelek a nagykövettől című verses kötet is. Köszönöm szépen, Petra. És köszönjük szépen.